Beszéljünk akkor az áruátvétel folyamatáról röviden. Kezdjünk is akkor bele. Első, ugye mindenképp a személyi és tárgyi feltételeket biztosítani kell az áruátvételnél. Hogy meglegyen az a személy, aki átveszi az anyagot, illetve meglegyen a tárgyi feltétel, esetleg PDA, vagy itt látunk például, tehát PDA kell, illetve személyi feltételek, hogy legyen emberem, aki átvegye az árut, tehát személyi és tárgyi feltételeket biztosítanom kell. Második ugye a szállítás ellenőrzése, ugye, hogy az autó tiszta el, amin érkezik az áru, itt most nem kimondottam vegyi árura gondolok, hanem élelmiszerre, hogy a hűtőláncot tartották szállítás közben, hogy a mínusz 18 Celsius fokon ö, tartott Miralit ételek nem -e engedtek-e föl, vagy nem, -e, nem -e engedtek-e ki szállítás közben. Tehát meg kell győződnöm erről is. Tehát ö, ellenőriznem kell a beszállítómat, tehát szállítást ellenőrizni kell. Illetve egyébként az autón van hőfokmérő is. Tehát meg tudok győződni róla, hogy betartották-e -e esetleg a Mirelit, tehát az ilyen fagyasztott készítményeknél a megfelelő hűtőláncot. Harmadik, ugye a szállítólevél tartalmát ugye ellenőrizni kell. Hiszen ugye a szállítólevélen ugye fel vannak sorolva tételesen, hogy mit hozott. Tehát a szállítólevél tartalmának az ellenőrzése a következő. Utána ugye megtörténik az áru átvétele, amikor konkrétan átveszik az árut. Tehát minőségbe, mennyiségi és értékbeli szempontból is át lehet venni. Tehát ellenőrzik a minőségét, a mennyiségét és az értékbeli szempont, a szempontokat ellenőrizhetünk. Tehát az ötödik az esetleges kifogások intézése. Tehát, hogyha az árumítóim sérült, vagy ki a folyik a tartályból valami esetleg, például, vagy élelmiszere, például a paradicsomok össze vannak nyomva teljesen, szét vannak lapítva, akkor az kifogásolni kell. Hatodik ugye a, az átvétel igazolása, ugye az átvétel lapon esetleg bélyegző, meg aláírás. Ugye, hogy átvettük az ávot. A hetedik ugye a leigazolt szállítólevél megfelelő példányszámának számának átadása ugye a szállítónak. Tehát egy példány megy a szállítónak, egy marad nálunk. A nyolcadik, a pénzügyi rendezés, tehát kifizetem, a szállítól. Tehát arra füzetek. És nagyjából szerintem ennyi. Úgyhogy menjünk át még egyszer akkor gyorsan. Tehát első a személyi és tárgyi feltételek biztosítás, ugye a második a szállítás ellenőrzése, ugye autó tisztasága hűtőláncot betartották. A harmadik, ugye a szállítólevél tartalmának ellenőrzése volt, utána ugye az áru átvétele minőségi, mennyiségi és értékbeli szempontból, utána az esetleges kifogások, azután az átvétel igazolása, ugye aláírás bélyegző, az utolsó előtti pedig ugye a leigazolt szállítólevél megfelelő példányszámának átadása a szállítónak. A legutolsó meg a pénzügyi rendezés. És nagyjából szerintem ennyi is lett volna az áru átvétel folyamata. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, és további jó tanulást kívánok!